Wiglifet halála után 30 évvel eretneknek nyilvánították a konstanci zsinaton Németországban. Elrendelték csontjainak kihantolását és porrá égetését. Abban az időben Wycliffe egykori barátja volt Lincoln püspöke, aki 5 évig tudta késleltetni a rendelet végrehajtását. Miután elhagyta a területet, az őt követő püspök is 8 évet várt a teljesítéssel. Míg végül engedett a határozatnak, kiásatta és elégette a maradványokat. Ezután a hamvakat a Swift folyóba szórták, de elképzelni sem tudták eme hátborzongató tett jelentőségét és azt, amit később szimbolizált. A Swift folyó az Avonbe ömlik. Az Avon folyó a Bristoli csatornába, végül a Bristoli csatorna az Atlanti óceánba torkolik. A reformáció hajnalcsillagának hamvai így szimbolizálják tanait, amelyek elterjedtek az egész világon. A reformáció hajnalcsillagának nevezzük őt, mert ő volt a kezdete az ezt következő láncreakcióknak, ami ahogy elkezdődött, megállíthatatlanná vált. John Wycliffe a lehető legnagyobb ajándékot adta a keresztény egyháznak, a Bibliát. És ennek köszönhetően az igazság fénye ragyogni kezdett és eloszlatta a sötétséget. John Wycliffe munkája a keresztény örökségünk kulcsa, mivel hitünk középpontja a Biblia. Soha se becsüld alá az általad végzett munka hatását. John Wycliffe elhívása Lutterworth-be arról szólt, hogy kicsi csendes vidéki városba, vagy valószínűleg akkor még falucskába. Ha közülünk bárkit Isten ebbe a városkába hívott volna el, azt gondolhatnánk, nem elég jó, vagy nem elég nagy, nem elég ismert. Azonban ő hűségesen végezte a rábízott munkát. És így adta talán a lehetséges legnagyobb ajándékot a keresztény egyháznak. Bárhol is vagy, használd az Istentől kapott ajándékokat és képességeidet, mivel nem tudhatod, hogy hatásod milyen messze terjed majd.